Azért is nagyon fontos hozzászoktatni a kutyákat a város ingereihez, vagy bármely más ingerhez, amivel a hétköznapok során találkozhat. Mert hogy hirtelen éles hangoktól, vagy akár nem várt eseményektől megijedhet, hogyha ezekhez fokozatosan hozzászoktatjuk, habituáljuk, akkor nem fog minket olyan dolog érni, ami nem várt. Onnan tudjuk, hogy a kutyánk hozzászokott már ehhez a városi közeghez, hogy figyelmen kívül fogja hagyni a motorost, vagy akár a gyorsan elhaladó buszt, vagy akár az autó fékezésnek a csikorgó hangját. Hogyha szeretnénk vele még tömöttebb, zsúfoltabb városrészekben is közlekedni, különösen figyeljünk oda arra, hogy velünk szembe, mellettünk is elhaladhatnak akár más kutyások, vagy más emberek, és nem biztos, hogy jó néven vennék azt, hogy a kutya minden egyes emberre ki szeretne szagolni, vagy akár meg szeretné üdvözölni, vagy akár éppen megugatja őket. Tehát nagyon fontos erre figyelmet fordítani, hogy szoktassuk hozzá ezekhez az ingerekhez, és ez a hozzászoktatás legyen fokozatos. A kuvasznál is nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy nagyon makacsak, önfejűek, nagyon-nagyon sok türelemre és sok hozzáértésre van szükség. Nem fog megoldást jelenteni sem az erőszak, sem az, hogy rákényszerítjük a kutyát minden áron. Találjuk meg azt a pontot, azt a kulcs dolgot, amivel érdeklődésre bírjuk a kutyát, és együtt működni fog velünk. Nem vezet jóra, hogyha erőszakkal kényszerítjük a kutyát olyan dolgokra, amiket mi szeretnénk. Kuvasz a családban. Amikor kisgyerekek is vannak otthon, meg kell értetni velük, hogy a kutya nem egy játékszer. Szeretnénk azt, hogyha a gyermekek is úgy viszonyulnának a kutyához, mint egy családtaghoz. Ne bántsák, ne húzzák a szőrét, ne sivalkodjanak mellette, legfőképpen addig, amíg meg nem szokja a kuvasz, hogy ő hazaért, tehát hogy ő most otthon van. Mondjuk el a gyerekeknek, hogy ne akarják minden áron szétdögönyözni, hagyják, hogy a kutya egy kicsit megszokja a környezetet, majd utána lehet akár a gyerekeknek is külön foglalkozni vele. Amikor már megszokta a kuvasz, hogy otthon van, nagyon nagy kötődéssel tud a családjához viszonyulni. Főként a közeli gazdákhoz, de akár a gyermekeket is bármi áron meg fogja védeni, és akár ez lehet egy idegen is. Tehát amikor szeretnénk azt, hogy mások idegenek bejönnek hozzánk, akkor legyen egy külön, akár egy vezényszó, vagy bármi más, amivel idegeneket beengedünk. A kutya tudni fogja azt, hogy ki az, akit mi szeretnénk beengedni, és ki az, akit nem. Egyértelműen jelezni kell a kuvasznak, hogy mi mit szeretnénk. Ő ösztönből védeni fogja majd a területet, persze nem 3-4 hónapos korában, de amint megszokja a környezetét és kötődni fog a családhoz, onnantól kezdve akár még az élete árán is meg fogja védeni. Miután megtörtént a beilleszkedés, megszoktuk egymást, tudjuk egymást már kezelni, vagy éppen akár nem tudjuk egymást kezelni, és szeretnénk segítséget kérni, vagy szeretnénk egy kutyás közösséghez, kutyás társasághoz csatlakozni, akkor akár felkereshetünk egy kutyaiskolát, vagy akár egy szakembert ezzel kapcsolatban. Fontos megnézni, utána járni ezeknek a kutyaiskoláknak. Nem mindegy, ki ad nekünk tanácsot, és hogyan. A kutyás közösségekben szintén vannak alapszabályok, vannak olyan dolgok, amiket minden egyes gazdinak és minden egyes kutyának be kell tartania, vagy be kell tartatnia. Ilyenek például a kutyaiskolák felhívják a figyelmet, hogy mire van szükségük, viszont azonban általánosságban elmondhatom, hogyha akár a kapunk kívül kijutunk a kutyával, akkor legyen egy nyakörv, egy biztonságos nyakörv, egy póráz, ugyanis bármi inger érheti a kutyát, ne az legyen, hogy az első rántásnál elszakad, vagy elpattan akár a póráz, vagy akár a nyakörv. Legyen nálunk olyan zacskó, egy olyan tasak, amivel akár az ürülékét fel tudjuk szedni. És nagyon fontos megjegyeznem azt, hogy közterületen
kutyát nem engedünk el, tehát szabadon nem engedjük, mert ezzel szabálysértést követünk el.